Bonjour à tous. Cette semaine, nous continuons la révision. Aujourd'hui, nous allons revoir les mots concernant les vêtements. Ezen a héten egy átfogó összegzést csinálunk, felelevenítve az eddig tanultakat. Ma az öltözködés lesz a témánk, így ennek megfelelően a ruhákkal kapcsolatos szókincset fogjuk átismételni. Most pedig következzen mai szituációnk, melyben egy nőt és a lányát fogjuk látni egy ruhaboltban. A kedvenc ruháikról beszélgetnek. Virginie, regarde ce t-shirt. Je choisis le t-shirt rouge. J'adore la couleur jaune. Tu ne choisis pas un t-shirt jaune? Non, parce que j'aime pas le t-shirt. Je porte toujours un chemisier. Et le pantalon? J'aime le pantalon, mais je préfère la jupe. Az iménti szituációban egy kislányt és az édesanyját láthatták, amint egy ruhaboltban nézelődtek és vásároltak. A ruhákkal szorosan összefügg két ige is. Az egyik a choisir választani, a másik pedig a porter, hordani, viselni ige. Az első példamondatban a choisir választani igét láthatják egyes szám első szemében, mert a kislány saját magáról beszél, illetve a kiválasztott ruhadarab, a póló neve is szerepel. A piros pólót választom. Je choisis le t-shirt rouge. A most látható mondatban a porté hordani viselni igét láthatják, egyes szám első szemében ragozva, mert az anyuka saját magáról, illetve a leggyakrabban hordott viseletéről beszél. Ez egy tipikus ÖR végű ige, így ennek megfelelően kell ragozni. Mindig blúzt hordok. Je porte toujours un chemisier. Folytatásként ismételjenek át Trisha segítségével néhány ruhadarabot kifejező szót. Écoutez et répétez. Le t-shirt. Le t-shirt. Le chemisier. Le chemisier. Le pantalon. Le pantalon. La jupe. La jupe. La robe. La robe. Les chaussures. Les chaussures, la chemise, la cravate, le bijou, les bijoux, les baskets, les sandales, le jean. Le jean, le short, écoutez et répétez, le t-shirt, le chemisier, le pantalon, la robe, les chaussures. Les chaussures, la chemise, la cravate, les bijoux, les baskets, les sandales, le jean. Le jean, le short. Végül ismételjük át a choisir választani ige ragozását. Ez egy ir végű ige, így ennek megfelelően kell ragozni, ugyanúgy, mint a már ismert finir befejezni igét. Écoutez et répétez. Je choisis. Tu choisis. Il choisit. Elle choisit. Nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent, elles choisissent. Au cours de la leçon suivante, nous allons revoir les mots concernant l'école et les matières scolaires. A következő órán néhány az iskolával és a tantárgyakkal kapcsolatos szót fognak átismételni. Merci beaucoup pour votre attention, à bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas de consulter notre site internet www.m5tv.hu.